Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit Extra című közéleti beszélgetős műsorunkban. Ma este vendégünk Horváth László, gyöngyös választókerületi képviselője, a Gyöngyösi Térség országgyűlési képviselője a kormánypárt színeiben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És amiről most beszélgetni fogunk, az három mondjuk úgy magyarországi fontos, nagyon hangsúlyos gyermektragédia utolérte. Volt egy agárdi gyermektragédia, aztán volt egy gyöngyösi, és ez követte egy recski gyermektragédia. Ön pedig Selmeci Gabriellával együtt egy törvénymódosítást terjesztett a parlament elé. Ebből a három gyermektragédiából hogyan következik ez a törvénymódosítás? Hát igyekeztünk ezeknek a tényleg tragikus, érthetetlenül tragikus eseteknek a közös tanulságait levonva egy olyan törvénymódosító csomagot benyújtani, amely vélhetőleg segít majd abban, hogy azokban a tényleg tébolyult, nem tudok jobb szót mondani, tébolyult esetekben, amikor egy kisgyermek életére nem más jelenti a legnagyobb veszélyt, mint a saját szülője. Tehát ezeknek a gyermekgyilkosságoknak az elkövetője a szülő volt. És ráadásul legalább két esetben nem rossz anyagi körülmények között, vagy nem elhanyagolt családokról beszélünk, hiszen az agárdi esetben is, meg a gyöngyösi esetben is azt lehet mondani, hogy hát kiegyensúlyozott anyagi körülmények között éltek ezek a családok, sőt az agárdi család, ez egy vállalkozói család volt. Tehát az első kérdés, hogy amikor egy kisgyereket szánt szándékkal küld a halálba a saját szülője, és itt két 18 hónapos gyermekről beszélünk, és egy két hónaposról beszélünk. Tehát egy ilyen esetben annak a gyermekvédelmi rendszernek, amelyek arra hivatott, hogy a veszélybe került gyermekeket minél előbb felfedezze, és hatékonyan tudjon fellépni annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságos felnövekedésének a feltételeit biztosítsa, ha kell, akkor a családon kívül. Szóval hogy ennek a rendszernek egy ilyen vert helyzetbe, amikor a szülő támad a saját gyerekére, van esélye, és azt gondoljuk, hogy van, mert nem lehet lemondani egyetlen egy gyermeki életről sem, minden gyermeki életnek helye van, egy sem feláldozható, még a szülő által sem, de úgy látjuk az esetek tanulságaiból, hogy ennek a gyermekvédelmi rendszernek gyorsan és hibázás nélkül kell reagálnia. Mert hogy itt főleg a gyöngyösi eset kapcsán kiderült az, és itt volt már kormányzati vizsgálat, büntető feljelentés is egyébként, lefolytatta a magavizsgálatát a kormányhivatal, és az ombudsman is elvégzett egy vizsgálatot, aminek az eredményét szintén nyilvánosságra hozták. Tehát ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit igyekeztük beépíteni a módosítójavaslatok közé, de még egyszer mondom, a legfontosabb tanulság és minden módosító indítványnak a közös célja az, hogy a rendszer hibázási lehetőségét csökkentsük a minimálisra. És nagyon világos és egyértelmű szabályok mentén kelljen a gyerekvédelmi rendszer szereplőinek együtt dolgozni. Kikből áll az gyerekvédelmi rendszer? Hát ugye először is a házi orvosból, a gyerekorvosból, a védőnőből, a gyermekjóléti szolgálatból és a gyámügyből. És persze, ahogy a gyermek növekszik, ebbe a gyerekvédelmi rendszerbe lépnek be a köznevelési intézmények, a bölcsőde, óvoda és iskola. És itt már a gyermekvédelmi rendszernek a tagjai a nevelők is. Ha mondjak egy példát arra, hogy miért kell világos és egyértelmű és együttműködésre akár kényszerítő szabályokat is hozni, a gyöngyösi eset az úgy nézett ki, szerencsétlen gyöngyösi kislányok a tragikus halála az azért következett be,
mert például az első életének első hónapjaiban a rendszer nem tudott a gyermek közelébe férkőzni. Novemberben megszületett a kislány, és abban a pillanatban az anya lemondott a védőnői ellátásról. A kislány születését pedig bajós jelek előzték meg, hiszen az anya a szülés előtt sem vette igénybe az ellátást. Szüléskor lemondott a védőnői ellátásról, a védőnő pedig jelezte egyébként, ahogy kell, és a védőnő mindenben maximálisan ellátta a feladatát, innen is köszönetet kell mondani neki. Hát ő jelezte a gyámhivatal felé, hogy a védőnői ellátásról lemondtak, és a gyámhivatal ezek után egy határozatban utasította, kérte a gyerekjóléti szolgálatot, hogy menjen ki a gyermek lakására, illetve a lakásba, a gyermek nevelkedik, készítsen hatástanulmányt, tehát vizsgálja meg, hogy milyen feltételek között nevelkedik a gyermek, és tegyen javaslatot. Na most az első határozat az decemberben születik, a gyermek november végén születik meg, decemberben születik az első határozat, és erre a gyerek jólét nem is reagált, semmit. Majd születik még egy határozat, erre sem történik reakció, telik az idő, és végül is áprilisban, ha jól emlékszem, valahogy április közepén, jelenti a gyerekjóléti szolgálat, hogy hát ő kiment a helyszínre, nem engedték be, zárt ajtókat talált, pedig érzékelték azt, hogy a család bent van a lakásban, nem engedték be, mivel ő nem tudott bemenni, ezért esettanulmányt sem tudott készíteni, ezért javaslatot sem tesz, és ekkor április végén mind a két hivatal, mint aki jól végezte dolgát, 5 hónapra elrakja az aktát, a kislány aktáját a fiókba. De miért? Mert a szervezeten belül nem volt meg a szükséges kommunikáció, vagy félelmek voltak, vagy ennyi volt a lelkiismeret? Hát az a helyzet, hogy minősítés nélkül is azt tudom mondani, hogy nem volt kellő figyelem és felelősség ebbe az ügybe. Mert hogy nem ám egy olyan esetről van szó, aminek nincsen előzménye. Hiszen a kislány, aki meghalt, a negyedik volt a testvérek sorába. Az első szülött, és mind a négy esetben az elhanyagolás súlyos esete vetődött föl, ugyanannál az anyánál, a négy gyerek 3 apától volt. Az első szülött fiút a vérszerinti apjánál helyezték el. A másodszülött fiút is, és a bíróság helyezte el. A harmadszülött kislánynál szintén az elhanyagolás, hát súlyos esete állt fenn, és a harmadszülött kislánynál egyébként 5-ször kezdeményezték a védelembe vételi eljárást, mind az 5-ször sikertelenül, arról még beszélhetünk, hogy ezek miért voltak sikertelenek. Tehát azt lehet mondani, hogy az anya az ilyen esetben visszaeső. Tehát a negyedik gyereknél igazság szerint, és ez megint egy kérdés lesz, hogy ilyen esetben, amikor, hát kimondhatjuk, hogy szóval nem mindenki alkalmas szülőnek. Tehát ha már valaki 3-szor volt, 3 gyerekére életveszélyes volt, akkor vajon amikor a negyedik gyerekét szüli meg, és elutasítja a védőnői ellátást, akkor egyáltalán szabadna-e például a kórházból az újszülöttel mindenféle zokszó nélkül kiengedni? És sokkal kisebb ügyekben is beindul a gyámhatóság általában. Nem biztos. És ezért a módosító indítványunknak egy lényeges eleme az, hogy a testvérek ügyét azt együtt kell kezelni, akár egy háztartásban élnek, akár külön háztartásban. Egyébként a harmadszülött kislánynak az esete az azért is tanulságos, mert ott is éheztetés volt, de különféle okok folytán az anya az nem mindig volt a gyerekkel, mert amikor a férjének külföldön volt munkája, akkor ő is
a férjével tartott. Ilyenkor máshol került, tehát ugye ilyenkor a kislányt nem vitték magukkal, ilyenkor nem is tudta éheztetni a kislányt, és mire a kislány kritikus állapotba került, bekerült az óvodába. És az óvodában már nem lehet ilyen halni. Egyébként ez is mutatja azt, hogy az óvodai rendszernek a megerősítése, és az, hogy ott az ingyenes étkezést biztosítjuk, az életmentő lehet. A legveszélyesebb kor ez a 0-3 éves korig terjedő időszak, ez egy kicsit a senki földje, na most ezt a senki földjét szeretnénk olyan szövegeket leverni, amelyek biztosítják azt, hogy itt se lehessen garázdálkodni. És hát a gyöngyösi eset kapcsán az is egy külön tanulság, ugye, meg kérdés, hogy egy szülőnek van-e joga zárt ajtók mögé elrejteni a gyermeket, és erre azt mondjuk, hogy nincs. A szülőnek is vannak jogai, de a gyermek élethez és biztonsághoz való joga az mindent megelőz. És egyébként erről az alaptörvény 16. cikke egyértelműen rendelkezik. És azt mondjuk, hogy ha valaki elzárkózik, és szeretnénk azt törvényben is rögzíteni, hogy ha egy szülő kategórikusan elzárkózik az orvossal, mert a házi orvossal, a gyerekorvossal, vagy a védőnővel való együttműködéstől, akkor ez minősüljön súlyos veszélyeztetésnek. Ma ugyanis az a helyzet, hogy akkor lehet bemenni akár hatósági kényszerrel egy lakásba, a gyermek mentés érdekében, akkor lehet bemenni, hogyha tudják bizonyítani azt, hogy a gyerek veszélyeztetett helyzetben van, súlyosan veszélyeztetett helyzetben. De ha be se engednek valakit a lakásba, akkor egyszerűen a bizonyítékot, ami bent van, azt nem tudja bemutatni, márpedig egy ilyen úgymond hatósági kényszerrel történő bemenetelhez, ahova mondjuk rendőrségi segítséget is igénybe tudnak venni, ahhoz kell előzetes ügyészségi hozzájárulás. Na most mi azt indítványozzuk, hogy a be nem engedés, az elzárkózás, az együttműködés kategórikus elutasítása, az minősüljön súlyos veszélyeztetésnek, és ebben az esetben azonnal akár hatósági kényszerintézkedés igénybevételével is be lehessen menni. A hatósági kényszerhez hozzátartozik ez az elővezetés, a szülők elővezetés. Ugye gyöngyösen az volt a helyzet, hogy a szülőket bár többször próbálták meghallgatni, ez egyszer sem sikerült. Ilyenkor kiküldenek egy ajánlott formában egy idézést, hogyha ezt a szülő, nem akarom az egész és mondjam, bürokrácia burkait itten ecsetelni, mert nehéz követni a folyamatot. De a lényeg az, hogyha a szülő nem reagál, akkor küldenek meg még egy küldeményt, ajánlott küldemények jönnek, mennek, és aztán az elővezetéshez pedig megint kell előzetes ügyészi hozzájárulás. De ebben az esetben sajnos, pedig hát itt is levelezgetés folyt, az ügyészséggel, és hát sajnálatos módon, miközben arról vitatkoztak a felek, hogy most ez a kérvény az ügyészség felé, ez most formailag helyese, a közben ment az idő. Most azt mondjuk, hogy ha azonnali intézkedés szükségeltetik, akkor az elővezetéshez, a szülők elővezetéséhez nem kell előzetes ügyészi hozzájárulás, jó lesz az utólag is. Tehát még egyszer mondom, ezek a szabályok szigorúnak tűnnek, de úgy gondolom, hogy minden olyan szigorítással, amivel egyértelművé is tesszük az eljárási rendet, ezzel életet menthetünk. Itt minden hibázás, minden mulasztás, minden időveszteség nem csak hogy veszélyes, hanem szó szerint életveszélyes. És közben megvan az a fajta kettőség, az a fajta kontraszt, hogy még a hivatalok egymásra hivatalos levelekkel, határidőkre várnak, és formaságokkal törődnek,
Addig mondjuk a házi orvosnak a hírek szerint ugye elég volt telefonon, képeken keresztül meggyőződni a gyermek állapotáról. Ugye ezek hosszú távú folyamatok, erről mi nem beszéltünk, hogy az első két esetben az agárd és a gyöngyösi esetben hosszú távon történt meg az éheztetés, fényevés, nevezzük akárminek, nyilván ki fog derülni pontosan mi is volt. Hol hibázott először a szabályrendszer, a rendszer, amelynek vigyázni kellett a gyermekekre? Én azt gondolom, hogy a szabályrendszer az egyébként még a mai állapotában is alkalmas, és alkalmas lett volna arra, hogy megmentsék a munkatársak ezeknek a gyerekeknek az életét. Nem volt kellő figyelem, nem volt kellő alaposság. Nem tudok mást mondani, hát egy olyan kisvárosban, mint Gyöngyös, ott nem lehet nem tudni azt gyermekvédelemben dolgozónak, hogy ez az anya három gyerekére már életveszélyes volt. Tehát, hogy is mondjam, szóval normál esetben, és ott azért 18 hónap. Most már a szomszédok is ugye elmondták, hogy hát ugye sokszor hallottak sírást, soha nem hozta ki a gyereket nappal az utcára, stb. Tehát azért, hogy is mondjam, azért itt van azért mindenkinek némi felelőssége, és hát a házi orvosoknál, meg egyáltalán az egészségügynél megint csak akkor pontosítjuk, ha az kell, hogyha ez kell ahhoz, hogy kevesebb hibát kövessen a rendszer, akkor pontosítani kell. Akkor pontosítani kell azt, hogy az egészségügyben dolgozóknak van jelentési kötelezettsége. És ezt pontosan be kell tartani. Ugye itt az volt a helyzet, hogy a védőnő jelezte, hogy nem működik együtt a szülő. A gyerekjóléti szolgálatot nem engedték be a lakásba. Meg akarták hallgatni a szülőket, idézték őket, nem jelentek meg. Az egyetlen egy szereplő, aki azt mondta, hogy egyébként nincs itt baj, az pontosan a házi orvos volt. Ő nyilatkozott több esetben a gyámhivatalnak, hogy egyébként a gyermek elhelyezése az rendben van. És az előző kislánynál is ez történt. Tehát említettem, hogy a harmadszülött kislánynál volt több sikertelen védelembevételi eljárás. Ez részben azért volt sikertelen, mert azt mondta az orvos, hogy hát egyébként nincs itt olyan nagy baj, a gyereknek vannak emésztési anyagcsere problémái, de hát ezen kívül nincs nagy baj. Most közben de kiderült az, hogy miközben az anya halálra éhezteti a gyermekét, aközben pedig az orvosnak telefonon bediktálja a gyerek súlynövekedési vagy súlyadatait. És ezek alapján, és ez elég volt az orvosnak, hát ez nem elég. Azt is indítványozzuk, hogy a mindenféle szűrővizsgálaton a megjelenés az kötelező. Ha pedig nem jelenik meg a szülő vagy a törvényes képviselő a gyermekkel együtt, akkor az illetékes szerv, az egészségügyi szervet, népegészségügyi szervet ezt határozatban elrendelheti. És az elrendelésnek súlyosabb konzekvenciái vannak, és akár itt is felmerülhet a súlyos veszélyeztetésnek az esete, amikor is kényszert lehet alkalmazni. Kimondanánk annak is a tilalmát, hogy le lehessen mondani bármelyik ellátásról. Tehát itt sajnos megtörténhetett az, hogy a szülők, az anya lemondott a védőnői ellátásról. Most szeretnék kimondani a védőnői ellátásról való lemondásnak a tilalmát. Ilyen nincs. Hát körülbelül egyébként ezek a leglényegesebb elemei a módosításnak, így is három, sőt négy jogszabályhoz kellett, vagy kell hozzányúlni. A gyermekvédelmi törvényhez, az egészségügyről szóló törvényhez, aztán az egészségügyi alapellátásról szóló törvényhez, meg a közigazgatási eljárás szabályairól szóló törvényekhez. De hát még egyszer mondom, és ez egy folyamatnak a része. Ahogy sajnos az élet az szokták mondani, hogy a legnagyobb forgatókönyvíró, és hát ilyen rémálmokat is
tud írni az élet. Tehát szerintem az nem gyengeség és nem hiba, hogyha ez a rendszerhez időről időre hozzányúlunk. Ráadásul a két alapvető törvény, a gyermekvédelemről szóló törvény, meg az egészségügyről szóló törvény, az egy közel 20 éves, mind a kettő 1997-ben született. De semmi sem pótolja. Semmi sem pótolja az odafigyelést. Semmi sem pótolja a szoros együttműködést. Az ombudsman is leírta, sőt, hát ebből a szempontból az ombudsman ajánlásait szinte teljes egészében be tudtuk építeni a törvénymódosító csomagba, mert a védőnői ellátás kötelezettségének jogszabályi rögzítését is megmondottuk, illetve az ombudsman azt is leszögezi, hogy ilyen esetekben, ilyen tényleg tébolyult esetekben a rendszer egyes szereplőinek az önálló akciói, azok nagyon veszélyesek lehetnek. Tehát együttműködés, együttműködés, együttműködés. És a legfontosabbról nem beszéltünk, hogy mikortól lépnek érvénybe a változások, mikortól lehet számítani nagyobb biztonságú gyermekvédelemben. Hát a parlament a héten dönt a tárgysorozatba vételről, úgyhogy szerintem minden reményünk megvan arra, hogy a jövő év január 1-től ezek a szabályok életbe lépnek, és ezeket a szabályokat már alkalmazni kell a folyamatban lévő ügyekre is. Még egy záró kérdés, főleg a Gyöngyösi eset kapcsán, ugye még a vizsgálatok zajlanak, illetve lezajlottak már vizsgálatok, de hátra vannak még például ugye ez a büntető feljelentésnek a nyomozása. Ön szerint mikor lehet majd azt megtudni végleg, hogy ki miben hibázott, ki nézhet a tükörbe őszintén, és kinek kell konzekvenciákat levonnia? Mert ugye most nem minden szereplőről gondolhatjuk etikusan, automatikusan azt, amit elsőnek gondolnunk kellene. Hát ugye a rendőrségi nyomozások azok még folynak. Azért ezek alapvető kérdéseket fognak tisztázni, és azért itt az elsőrendű felelősség az nyilván a szülőt terheli. Ugye született már büntető feljelentés az illetékes államtitkár részéről, ugye ez is folyamatban van. Én úgy gondolom, hogy még születhet büntető feljelentés. Munkaügyi konzekvenciái voltak már ezeknek a vizsgálatoknak, tehát hogy ezek mikorra zárulnak rá, szerintem jó lenne minél hamarabb az érintetteknek is, mert a közvélemény tájékoztatása szempontjából is jó lenne, hogyha minél előbb ezek a felelősség megállapítások és felelősségre vonások megtörténnek. De hát azért nagyon reménykedem, hogy ebben az évben ezek le fognak zárulni. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma este nálunk. Köszönöm szépen én is. Önöknek pedig köszönöm a kitüntető figyelmet, hát nem egy vidám estét zártunk szerda este ezzel a témával. Legközelebb is találkozunk pénteken egy új extra magazinnal. A viszontlátásra.